Köszöntelek! Pár percben jó hírek következnek. Éljünk színelátásban. Erről a halál utáni élet juthat eszünkbe, pedig már itt és most a Földön lehetséges. Nem mindegy, kire és mire figyelünk. Színét vagy fonákját látjuk. Jézus gyógyítja látásunkat. A feltámadottat szinte sohasem ismerik fel elsőre. Csak ha néven szólít, enni kér, megtöri a kenyeret, vagy érinteni engedi magát. A hit új látásmód, átállított alapértelmezés. Jónak látni azt jelenti. Jézus az értelem, a logosz, az Atya mondani valója. Azért jött, hogy test közelbe hozza Isten életszemléletét, világnézetét. Figyelmének iránya az Atya. Ezt hallja keresztelkedésekor. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ezért van tele Jézus erővel. Isten tulajdonságai a jó, az igaz, a szép és a szent vonzák az ellentétüket. Jézus mondja is, ha majd fölemelnek a földről, mindeneket magamhoz vonzok. Ha Isten színe előtt belátjuk hamisságunkat, sötétségünket, hamisságunkat, akkor ő az egyetlen pozitív pólus magához tud vonzani. Csak az gond, ha valaki megjátsza az önmagától pozitívat, a kis királyt, holott Jézus kijelentette, hogy nélkülem semmit sem tehettek, akkor egy önmagától beálló taszítás lép fel. Akármennyire szeretné Isten magára vonzani, nem fogja tudni. A király gyermekeiként az élet győztes, napfényes oldalán állunk. Színarany királyfik, illetve királylányok vagyunk, akiktől ezt a méltóságot soha senki nem veheti el. A nehézségek által csak tisztulunk, mint arany a kohóban. Ahelyett, hogy a teremtményektől könyöradományokat koldulnánk, szálljunk le kincses ládáinkról, és lássuk meg benne kincseinket, elsősorban a szent lelket, hiszen lelke rajtad. Így egyre inkább belőle élhetünk. Felfedezzük, hogy minden adottságunk, még a memóriánk is ajándék. Épp arra jó, amire kaptuk. Ez a színelátás. Jónak látni. Éber jelenlétünk a nagy jelenlétben, azaz Istenben. Ez az eredeti, paradicsomi, mennyei, isteni és igaz emberi valóságlátás. Ez a látás az alázat, vagyis realizmus. Megláthatjuk a hernyóban a készülődő lepkét, a rügyben a bontakozó virágot és az érlelődő gyümölcsöt. A magzatban pedig a majdani érett embert. Hiszem, ha látom. Hát ez nem látás, ez vakság. Azt látjuk igazán, amit hiszünk. Exupéri tapasztalata is hasonló. Jól? Csak a szívével lát az ember. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Már itt és most. A tisztaság nem bűntelenség, hanem Isten felé fordított szív. A tisztának minden tiszta, mert azt látja, az tűnik fel neki. És aki lát, az irgalmas. Nézzük és lássuk tehát mindennek a színét. Viszontlátásra!